Nem lesz kávéhiánya az El Nino időjárási jelenség miatt. Sőt, nő a termelés. Ezt állítja a Kolumbiai Kávétermesztők Szövetségének elnöke. Az El Niño száraz meleget és rövid, hirtelen áradásokat hoz a dél-amerikai országba. Ha a trágyázás is megfelelő, akkor a tavalyi 13,6 millió zsákról 14 millió zsákra nőhet a terméshozam. Egy-egy zsákba 60 kilogramnyi kávébab kerül a szállításkor. Idén más az időjárás. Az enyhe Niño támogatóan hat a cserjék virágzására, és most valóban nagyon szépen virágoznak a növények, mondta a Kolumbiai Kávétermesztők Szövetségének elnöke. A nemzetközi felvásárlási árak viszont továbbra is gondot okoznak. 125 kg kávéért legalább. 240 dollárt kell kapnia egy gazdának, hogy megtérüljenek költségei. A nagykereskedők azonban a nemzetközi árak miatt ennél körülbelül 5-6 dollárral kevesebbet ajánlanak.